És ez itt a Best of átlátszó, főszerepben a család, a rokonok és az üzletfelek, és akikkel erről beszélgetni fogunk, ez Zimre Zsuzsa és Erdei Katalin, illetve Szabó Krisztián, illetve jó magam Hont András vagyok. Hát a család alatt azt értjük, hogy kik azok, akik a jótéteményből, illetve a költségvetés különböző forrásaiból bőségesen részesültek az elmúlt időszakban, és az átlátszó jó szokásához szíven megpróbált utána menni, illetve nem csapán arról van szó, hogy ki hogyan részesül, hanem ki hogyan kamatoztatja azokat a forrásokat, amelyekhez hozzájut, vagy hozzájutott korábban. Nézzük először is azt, hogy mi is történik, amikor meghosszabbítanak valamit bicskéig, noha nem kisvasútról van szó, hanem arról a beruházás komplexumról, amelynek ez is részese, tehát hogy a Váli Völgyi Disney Parkban mi is történik. Én is írtam már róla korábban, de Erdély Katalin meg bőszen jár a kérdés nyomában, Hát ott alakult egy soha odáig ott nem létező helyen, egyszer csak egy tó, hozzá pedig minden kellem, kellem és bőség. Kati, mi van felcsúton, és milyen fejlemény történt időközben? A kérdés helyesen inkább az, hogy mi nincs még felcsúton, tehát lassan most már Ó, tényleg. Én kérek elnézést. Nézést. Most ugye amiről konkrétan szó van, az az, hogy a felcsúti vasúttállomással szemben van egy záportározó, ugye amiben a elmúlt napokhoz hasonló nagy mennyiségű csapadékot összegyűjték, na most az önkormányzat kitalálta, hogy ezt felfejlesztik egy csónakázótóvá, télen pedig korcsolyázni lehet majd rajta. Csináltak rá egy hidat is, hogy a partról egy ilyen mesterséges szigetre be lehet sétálni, és mellette épült egy étterem is, amit természetesen mészáros lőrincék üzemeltetnek, és egyébként ők építették ki magát ezt a projektet is. El kéne menni egyszer oda csapatépítőre hogy milyen lehet, amikor mészárosék idegenforgalmi vállalkozásba kezdenek, és hogy gasztrológiai értéke ennek pontosan mekkora. Viszont, ha már mészárosék, amúl az esetben fel kell hívni a figyelmet rá, hogy mészáros lőrinc nincsen egyedül. Hál' Istennek. Boldog párt alkot Várkonyi Andreával, aki szintén megpróbálja kamatoztatni mind azt, amihez szorgos pályáján hozzájutott. Erről megint csak írt az átlátszó, és Zimre Zsuzsához fordulok, hogy körülbelül mik azok az ügyek, amelyben, mik azok a vállalkozások, amelyben neves üzletasszony belevágta a fejszéjét. És mi az, ami bejött neki, és mi az, ami kevésbé? Nekem a kedvencem a tevetenyésztés, ami egy ilyen ősi magyar dolog, ugye? Tehát, hogy az alföldi teve, az világszerte ismert képződmény. Viccen kívül Várkonyi Andrea nem csak szerelmes lett, hanem céget is alapított lőrincel, ami hát még jobban összekovácsolja őket bár tudomásos szint közös gyerek nincs, de hát egy közösség is elég a boldogsághoz. Úgyhogy megalakították ők az Echo Belvedere Kft-t, ami egyébként uh, ingatlan kiadással foglalkozik. Uh, 50 millió forint volt a tőkéjük, és bő 1,4 milliárdnyi uh, ingatlant raktak bele, tehát viszonylag nagy volumenű dologról van szó. Uh, ebből nem sok Manolo Blanik cipőt fog venni Andrea meg Gucci táskát, mert mindössze 11,2 millió forint nyereséget ért el a cég egy évben, ami mondjuk durván 900 ezer forint havonta, ami szerintem az ő szintjén, az nem egy akkora tétel, amit feltétlenül észrevesz, hogyha csipog az SMS a banktól. De ez legalább jól fialt, a másik cégük az a Mészáros Agro Kft., amire én először azt gondoltam, hogy egy rendes földműves Kft. És így is volt, mert hogy mindenféle állattenyésztéssel foglalkozik, közt a tevével is. Sajnos ez a cég, ez nem megy annyira jól, úgyhogy 258 ezer forintot rögtön át is kellett tolni az Echo Belvederből, gondolom én. Tehát, hogy még jobban csökkent uh, Andreának a bevétele. Ez egyébként nem a kettejük cégek kizárólag, hanem számos más mészáros... Uh, családtag is szerepel benne, felsorolhatatlan mennyiségben. Ez az egyik biznisze Andreának, a másik az pedig a reklámipar, ahol ő megtalálta önmagát, ami szép, szép dolog, úgyhogy van egy Wide média Media Kft. nevű cége, amelyet 2020-ban alapított meg, ketten viszik, feltételezhetően a barátnőjével vagy üzlettársával 75-25% arányban, itt már két milliárdos forgalmat sikerült elérniük, nagy részében ebben nagyban szerepe volt ö, későbbi férjének, Mészáros Lőrén szégeinek is, akik boldogan rendeltek a, a Vájdok Kft. től, től valvel. <laughs> Úgyhogy 850 millió forint profitot sikerült elérni. Andréának és cégtársának, amiből ő maga 637 millió forintot vett ki. Most emlékeim szerint, noha Várkonyi Andra régóta ismert szereplője a magyar nyilvánosságnak, hiszen tv 2 bemondó volt, a különböző bulvárlapoknak a címlapjain szerepelt, szintén többek közt párkapcsolati okokból kifolyólag is. Én nem emlékszem arra, hogy ő saját jogon a korábbi életében olyan vállalkozásokat hozott létre, amelyek több száz százmilliós profitot termeltek volna. Szerintem minden sikeres nő mögött áll egy sikeres férfi, ennyi a megoldás. Jaj, de jó, hogy ezt nem én mondtam ki. De az is lehet, hogy felcsúrt, van valami a levegőben, hogy hirtelen az embernek üzleti érzéke támad, és a kiváló cégeket hoz létre, amelyek nem tudják magukról lerúgni sem a nyerességet. Nagyon irigykedem Andrára, csak ennyit tudok mondani, Jó. én is kipróbálnám ezt. Maradjunk még itt, maradjunk egy kicsikét a rokonoknál, illetve a saját lábnál, ugye ez Ráhel emlékezetes elszólása arra vonatkozólag, hogy ők nem vesznek igénybe atyai segítséget, hanem a saját lábukon állnak. Na nézzük meg azt, hogy ennek a saját lábon állásnak egy konkrét példája hogyan -e néz ki. Ráel a hegyvidék bevásárlóközpontban nyitotta meg az Odusztor nevű üzletét, amely minőségi baba foglalkozik, ami egy több gyerekes, kisgyermekes édesanyától nem idegen, tehát vélhetően ért hozzá. Tavaly nyílt meg ez az üzlet, aminek már a nyitányán is nagyon sok celebritás vonult föl, és nem régiben ünnepelt egy éve születésnapját, ahol Tóth Gabi is tiszteletét tette. Itt lehet... Aki azért tegyük hozzá szintén kisgyerekes édesanyja. Így van, kisgyerekes édesanyja. Nem régiben költöztek Szentendrére, hogy emeljék a város fényét férjével. Úgyhogy... Ö... Aki viszont tényleg saját lábon álló sztárséf, De... számúra egyébként rokonszenves ember, csak hogy tegyük hozzá. Igen, tehát 2022-ben ez a cég, 73 millió forint értékben vásároltak az Odusztorból az anyukák a hegyvidék bevásárlóközpontban, és van online voltjuk is, tehát, hogy aki nem akar odáig elmenni, az katincson is gondolom vehet stokke babakocsit, meg nagyon cuki organikus fajátékokat, olyan festéssel, ami megfelelő a babák számára, de ennek ellenére sajnos mínusz 55 millió forinttal zárta az évet ez a vállalkozás, aminek feltételezhetően az volt az oka, hogy nagyon sok beruházás kellett, hogy létrejöjjön a cég. Így Orbán Ráhel önmagától nyújtott tagi kölcsönt a cégbe, 227 millió forintot rakott bele, tehát viszonylag egy nagyobb összeget az átlagember számára. Tehát dübörög a biznisz, Ráhel csinálja, amit csinál, anyukák megrendelnek. Jó. Annyiban ki kell, hogy igazítsanak téged, még az előző téma kapcsán, tehát nem ráhelt illetően, hogy némi gúnyos megjegyzést nyomtál el azzal kapcsolatban, hogy a tevetenyésztés, tenyésztés, mint ilyen ős-magyar tevékenység, az mégis micsoda? Hát volt egy teljesen őshonos magyar tevevállalkozás, az a Tétó a Teve ha még emlékszel rá. Ez, Arra ez... akarsz élni, mert olyan öreg vagyok, hogy még emlékszem rá, igen, emlékszem. Ez egy virtuális tevetenyészet volt, és ezzel nagyon frappánsan átkötöttem a következő témánkhoz, ami szintén virtuális lesz, viszont szintén abszurd beruházással foglalkozik. Krisztián, Nék 3D-s formában megjelenítik azt, hogy az elhíresült lomkorona sétány, amely az átlátszónak is az egyik legfontosabb ügye volt az elmúlt időszakban, és amelyen mint egy ilyen állatorvosi lovon lehetett bemutatni az uniós pénzpocsékolásnak a, a, módját. Szóval, hogy ezt ti 3D formában mutatjátok meg a közönségnek. Nagyon érdekes dolog lesz egyébként, hogy 3D formában felvisz valamit az emberre, hogy tudja vizualizálni, látni, akkor ezt elmeséli. De azért tegyünk egy kísérletet. Nekem is volt teveklubban, klubban, amúgy. De te, te is, is öreg vagy. Hát, csak szerint igen. Már tevét neveltél a teve klubban. Igen, igen, igen. Igen, uh, igen próbáljuk meg elmesélni azt, hogy mit kell látni egy ilyen oldalon. Meg annak az, a apropóját, hogy egyáltalán miért készült el uh, 3 d ez a modell. Uh, nagyon felkapta a közélet a témát, és gondoltam én is, hogy valahogyan az be tudnám mutatni, ami korábban még nem volt, de szerintem így semmilyen más témában, ilyen formában Magyarországon bemutatva bármi, hogy három be lehet járni egy bármilyen településnek bármilyen építményét. Csak az volt a baj, hogy nem, tehát ez, ez, a, ez a modell igazából már kb. két hónapja elkészült, csak az volt a baj, hogy nem volt semmi alapja. Nem tudtam, hogy milyen történetet húzzak rá, és így most önmagában azt mondom, hogy szevasz, itt van egy modell, nézd meg, annak, annak szerintem nincs olyan sok értelme. Tehát elkészült ez a modell rengeteg munka árán, és az volt a terv, hogy akkor mit nem tudtunk még erről az egészről bemutatni. Nézzük Uniós meg. támogatást kellett volna igénybe venni a három gyilom korona sétányra. <laughs> hát igen, egy, egy jó 70 milliót mi is felvehetünk volna, hogyha már más megtehette. És igazából ez volt a terv, tehát eredetileg mit nem mutattunk még meg ebben a témában a magyar sajtóban, az, hogy mennyibe került konkrétan. Csak ezek a számok igazán nem voltak elérhetőek, annyi volt, annyi volt ismert, hogy mennyibe került maga a támogatás, ugye ezen bruttó 80 millió forint. De ha már modell, és akkor vannak különböző elemek, amiket így be lehetne esetleg járni, akkor azoknak kéne tudni az egy egységárát. Hogy akkor mennyibe került a játszótér, mennyibe került az illemhely, mennyibe került az a gyönyörű fedett építmény a sétány mellett. Mm. Csak hát ezek nem voltak -e is ismert adatok. Kapura jött az, hogy beperelte az átlátszót a polgármester Filemó Mihály és volt olyan, volt olyan ügyes, hogy bizonyít, bizonyítékként bizonyítéként tette azt, hogy mennyi is számlázták kinek ki a, a kivitelező, mennyiért számláztak ki az egyes elemeket. Tehát csak azért, hogy bizonyítsa azt, hogy nem volt igazunk, miközben azt a perte elvesztette, tehát igazunk volt abban, amit leírtunk a cikkeinkben. Közben közzétette azt, ami igazából mindenkit érdekel, hogy valóban mennyibe kerül az a, a és csináltunk akkor most már ennek apropóján egy, egy bejárható modellt. Aki nem járt ott, az megteheti átlog.team per lomkorona, hogyha bárkit érdekel. És akkor el lehet bandukolni a... HTTP. HTTPS. Kettős. per per. Igen. Vagy fölmegy az átlátszónak a weboldalra, és megkeresi a cikket, amit írtunk erről. majd biztos berakjuk. Berakjuk, igen, alul is meg lehet nézni a linket. És végig lehet sétálni a Lomkoronás virtuális módon, szóval nem kell közel 300 km sétálni annak, aki ezt meg szeretné nézni. Végig lehet sétálni, meg lehet nézni, hogy mennyibe kerülnek az egyes elemek, miért épültek feltételezhetően, lehet ott piknikezni, lehet ott táborozni, igazán most már bármit lehet ott csinálni, egész nyári tábort lehet ott csinálni, esetleg csapatépítő túrát is lehet ott készíteni, hogyha szeretnénk. És meg lehet nézni azt is, hogy mekkorák lesznek ezek a botocskák, hogyha igazi fák Hát lesznek, igen, nem? ott az a, azok a kivágott fák a végére, hogyha valaki végére ennek az oldalnak az ajára, akkor megnőnek, meg, megnézhetjük, hogy tíz év múlva mekkorák lesznek az oda újra telepített fák, és hogyan néznek ki valójában egy lomkoron a sétány a valóságban, hogyha jól építik meg és jó helyre rakják. Mérhetetlenül nagy kár, hogy minden ilyen beruházásnak a gazdája nem perli be az átlátszót, mert abban az esetben tudnánk egy jó virtuális térképet csinálni az országról és az országnak az abszurd beruházásairól. Most az a kérésem mindannyiótokhoz, egy kicsikét rugaszkodjunk el az aktuális beszélgetéstől. Mindenki ismertette, hogy nagyjából azt, hogy mi az, amivel foglalkozott, nég, néztük azt, hogy források közeli emberek miként gyarapítják a, hát nem is a vagyonunkat feltétlenül, de a vállalkozásaikat. És itt tegyünk egy különbséget. Én abban, hogy egy tehetős ember, aki ráadásul éppen fiatal, tehát ebben az élethelyzetben most ezt foglalkoztatja, ezzel kapcsolatos vállalkozáshoz létre, még ráadásul az elitnek, túl sok kivetni valót nem látok. Tehát, amikor a Clinton lánya csinál a állatmenhelyet, vagy, vagy Obama lánya, ők utaztak inkább ebben, szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga. Ami érdekes, hogy ez az, ami veszteséges. Tehát, ami, ami magyarázható lenne így racionálisan, hogy egy jó kapcsolatokkal rendelkező, elitbe tartozó fiatal nő ezzel kapcsolatos vállalkozást indít, na, ez az, ami veszteséges. És minden, ami abszurd, ebben az országban, az meg úgy néz ki, hogy prosperál. Most Kati, te már a vastagbőrben foglalkoztál eh, egészen szürreális uniós beruházásokkal, és Zsuzsa, te is régen vagy eh, ezen a témán rajta. Nem furcsa ez nektek valahol? Mert most hagyjuk is azt, hogy rokonok, üzletfelek, fideszesek 2010 előtt sem volt más, hogy maximum mértéke volt nagyobb, hogy hogy igazából nem az van, hogy hogy olyasmit kell csinálni, ami életképes, ami fenntartható, hanem valami mérhetetlen nagy ökörséget. Az aztán, ha egyszer azt, azt felvinnétek ti Krisztián 3 d alkalmazásra, hogy mi az, ami megvalósult és már nincs csak a kósza emléke van, tehát csak a, a virtuális térben tudunk nekik ilyen emlékművet állítani, na no, az az igazán érdekes lenne, szóval nektek ez nem furcsa, vagy nem ügy szugete a fejetekbe? Nem, mert most nézzük meg a másik oldalról, tehát ha mondjuk Orbán Ráhel megnyitja a bababoltot, és rögtön az első évben több milliárd haszna származik, meg kapja az állami megrendeléseket, mondjuk a az újszülött babáknak és anyukájuknak ugye az állam ad egy ilyen csomagot, és az mondjuk onnan lenne, vagy kötelező lenne minden csecsemőosztályra onnan rendelni, akkor meg arról írnánk az átlátszón, és akkor meg az lenne a baj. Hát most szerintem a realitás látjuk, hogy egy induló vállalkozás az elején az általában nagyon gyakran veszteséges, tehát ha meg az lenne, hogy dől bele a pénz, mint ugye Mészáros Lőrinc, hogy évről évre meg öt, meg tíz szerezi a cégeinek a bevételét, akkor meg arra lehetjék. Hát De hát többek közt olyannal, mint a Felcsúti Álom-Álom Park, amelyből leginkább ami hiányzik, az a látogató. Tehát, hogy itt próbáltuk azon göcögtetni egymást, hogy milyen lehet ez az étterem, amelyet felhúznak a csónakázótól mellé, és hát azért nincs róla információ, mert ha valaki lett volna, akkor már bizonyára lenne az interneten valamiféle élménybe számoló, de hát nincsen. Hát lehet, hogy még nem üzemel, de azért szerintem az is lehet, hogy van párhuzam felcsút és a baba bolt között, mert ugye felcsút az a miniszterelnök úrnak egy álma. Én úgy képzelem el, hogy van egy ilyen terepasztal, amit annak idején nem vettek meg neki kiskorába, és most itt szépen valójában megépíti, amiket elkészült, kisvonat, stadion, arborétum, mit tudom én. Az arborétum azért mondjuk nagyon régen hát ott volt, van, az, de az 19. a 19. század óta. És meg mellé a sporthotel, ugye, amit Mészárosék üzemeltetnek, tehát így szépen, szépen így halad a projekt, és lehet, hogy ráhelnek meg a bababolt volt az álma, és nem, nem, szempont a profit, ahogy ugye felcsútne se. Lényeg az, hogy legyen utas a kisvasúton, csak legyen kisvasút. Zsuzsa jobban tudja biztos, hogy milyen árba mennek a dolgok, a termékek a bababoltba. Lehet, hogy egyszerűen még a celebeknek is drágák. Nem olcsó, de most láttam, hogy Vasvári Vivien kapott például ajándékcsomagot Orbán Ráheltől, tehát hogy nagyon promozza a céget. Egyébként szerintem ez teljesen természetes régen a gazdag férfiak, azok nem butikot vettek az asszonynak, hogy ne unatkozzon, most lehet, hogy baboboltot kapott. Nem, meg azt sem vitassuk el tőle, hogy mondjuk adott esetben ez a... Na, akkor én leszek most itt a feminista meglepő fordulat, hogy én, én hogy is mondjam, a hunyorítva, a szürkületben távolról én úgy látom a családot, hogy a feleségben van több, több üzleti érzék, mint a férjben. Ez egy benyomás, de szóval, hogy inkább ő, ő segít De mert egy... ugye számodra eddig ő hol mutatta meg azt a tudását, hogy jól lavírozik a, az üzleti világban. Tehát egyébként amiben hát nem ő benne van azok állami cégekben kapott szerepet, nem? Tehát hát, még nem kellett van, a költségvetésnek van. kipótolnia például, a, a, vagy pontosabban a költségvetésnek helyt állnia a befürdött vállalkozásaért, mint ahogy ez, mint az Zéliusz esetében és Tibor István esetében történt. Innen gondolom. De mindegy is, hogy ez a butikot veszünk, akkor pont erre utaltam, hogy szerintem, hogyha a családnál felhalmozódik valamekkora összeg, nincs ez más, hogy gondolom Csányi Sándoréknál sem, abban az esetben a családtagok próbálnak olyan vállalkozást indítani, ami őket érdekli. De mondom még egyszer, ez a veszteséges, a nagyon jó indulatom, hogy azt mondja, hogy ez csak már egy kezdő vállalkozás, és jövőre már nyereséges lesz. Hát majd hisszük, ha látjuk. De, de nincsen ilyen probléma, mondjuk reklámterületen. Mi, mi, mit is reklámoz Várkonyi Andrea a cége? Ilyen, min mindent is. Tehát, egy Attól függően, hogy milyen megrendelés kap, de ő nagyon sokat dolgozik a férjének a cégényvel, tehát egy kicsit lejt a pálya számára, nem hiszem, hogy túl sok tenderen kéne indulnia az ügyben, hogy megnyerjen mindenféle készítést, reklámozást. De hát mit van rajta, mit reklámozni velem? Még szem, nem jött szembe óriás plakát, hogy a Mészárosen Mészáros, Mészáros farm annak a, a azok sokkal jobbak, mint más, már, bármilyen más bujkái. Ez, ez... Igen, de a pulyka termékeinek a reklámját nem is biztos, hogy tudod, hogy Várkonyi Andrea csinálta. Sőt, lehet, hogy nagyon tehetséges ebbe, mert jó szakembereket gyűjt maga köré, ráadásul a szakmából jön, tehát, hogy ő azért elég otthonosan mozog a, a filmiparban, vagy a TV világában. Tehát, hogy én még ezt feltétlenül vitatnám el tőle, hogy amit csinál, azt nem csinálja rosszul. Csak nem mindegy, hogy hogy jut hozzá ezekhez a megrendelésekhez. Jó, ezt nem tudom, vagy legalábbis kommentálni semmiképpen nem szeretném. Látod, látod. Oh, De igen, pedig igen. meg is mondom, egyébként díjat nyert az egyik filmjük a, nem tudom, hogy hívják, a reklámiparnak a vizényt, mindjárt megkeresem. Az érdekes okay. inkább egyébként szerintem, hogy a Ráhel miből fizette be a 227 milliót, mert semmi más cége nincs, tehát elvileg nincs pénze. De mégis Abból, is, amiből amiből a 600 fizette... millió a földjeire. Ja. Arany Delfin díjat kapott Kámban Várkönyi a Pujka reklámja. András. <laughs> Csak ennyit mondok. Delfin, Pujka. Na, akkor még egyszer Kánban? Kánban. Igen, a Corporate Media and TV awards 2021-es hír. A galliópujkatermék termékcsalád. Üzenjük mindenkinek, hogy galliópujka a megoldás. Jó, rendben, most azért nem szóltam semmit, mert letaglózva a jelen pillanatban. Az fog történni, most innen hazamegyek, és meg fogom keresni ezt a filmet, és meg fogom keresni a, a versenytársakat, akik a reklámfilm <laughs> versenyben indultak Várkonyi Andrea a cégével. Mészáros és Mészáros Kft. számára végzett CSR programjuk, a High Tech Suli shortlistes lett ugyanezen a versenyen. Úgyhogy Várkonyi Andrea tarol. Ismerjük el, tehetséges. Nem... Kiléptünk a nemzetközi piacra, értem. Ennyi. Jól van. Ja. De majd a végén kérjünk támogatást azért az átlátszónak is, mert már buzdítottuk a kedves hallgatókat, hogy vegyenek babacucokat a ráheltől, meg vegyenek pulykasonkát a mészárosségtól, de azért nekünk is szükségünk van adományokra a működésünkhöz. Jó, nem, térjünk hogy vissza... hogy tudjunk venni. Térjünk vissza egy kicsikét a, a mi szűkebb területünkre. Krisztián beszélt ugyan arról, hogy azért lehetett megcsinálni ezt a demonstrációt a Lomkrona sétányjal, mert Filemon Mihály Nyírmárton falva polgármestere beperelte az átlátszót. De hogy azok az információk, amelyek megjelennek az átlátszón, és amelyekről eddig beszélgettünk, akár abszurdok, akár értelmezhetőek, mint hogy szerintem a volt az az, azok miként kerülnek a látókörünkbe csak és kizárólag arról van -e szó, hogy vannak bizonyos cégek, amelyeknek a neve miatt, a korábban már meglévő előfordulásai miatt az ember figyeli őket, és nézi azt, hogy mit csinálnak, mire költenek, nem csupán az, hogy milyen forrásokat kapnak, avagy létezik-e Magyarországon bármiféle protokoll arra vonatkozólag, hogy ahol közpénzforrások, ahol közpénzköltések vannak, azok, azokat az oknyomozó újságíró tudja figyelni, és hogyha valami érdekesre bukkan, akkor így rá tud bökni. Ahogy csak és kizárólag ezt a Zsuzsa egyaránt kérdezem tőletek hogy mennyiben esetleges az, tehát például, amikor most itt a beszélgetés közben nekem eszembe jutott az, hogy hát pont mészáros és mészáros pulyka reklám, és kiderült az, hogy van mészáros és mészáros pulyka reklám, sőt, dényertes káni reklámfilm is lett. Mennyiben a véletlen, az esetlegesség, és mennyiben lehetne ezt teljes képet kapni, ha egyszer mondjuk például adatvizualizációban szeretnénk megjelenteni, mert ugye nem csak konkrét közpénzekről van szó, hanem olyan, olyan pénzekről, amelyek már elvesztették közpénzi jellegüket. Na, no, <laughs> hogy meg lehet, hogy lehet megjeleníteni? Hogy lehet nem, 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 az, hogy hogy lehet megjeleníteni, hanem az, hogy egyáltalán, hogy, hogy, bukkan fel nálunk, ez mennyire esetleges. Mert most itt belekaptunk véletlenül egy témába, én elkezdtem szellemeskedni azzal, hogy na de hát, pulyka reklám is. és kiderült, hogy van ilyen, és ráadásul díjnyertes film is. Igen, hát szerint én, mint ö, önmagam által, nem tudom, az átlátszó bulvár újságírójának ki kiáltott... Ö ember, előszeretettel figyelem a NER hölgyeit és azok vállalkozásait, hogy mennyire prosperálnak, és ezt elég jól feltérképeztem az utóbbi időszakban, nyilván lehetnek új megrendelőik, de hogy annak utána lehet nézni a név alapján, tehát hogy ez abszolút tudatos és rendszeresen figyelem személy szerint, hogy ezek a cégek mit, hol és mit csinálnak, már mennyire látható, mert számos olyan cég van, aminek még honlapja sincsen ennek ellenére nagyon jól prosperál, ami kicsit furcsának tűnik számomra, de biztos van rá magyarázat. Kati, hogy közbeszerzési értesítőre vagy rátapadva, vagy te is a túloldalról nézed, hogy megvannak azok a projektek, amelyeket dédelgetsz régóta, és nyomon követed a sorsukat. Hát igazából is is, mert ugye a közbeszerzési értesítő az napi szinten frissül, nyilván ezt mindig átnézzük, nem csak én, hanem több kollega is megnézzük, és ugye itt két opció van, hogy vannak a közismert cégek, és akkor ugye jönnek azok a cikkek, hogy már megint nyertek egy 6 milliárdos projektet, vagy épp ellenkezőleg valami tök új, nagyon kicsi, rutin nélküli, frissen alapított vállalkozás kap valami gigantikus megrendelést. És akkor az meg ugye azért hír, ez az egyik dolog, másrészt meg ugye hát az elmúlt évek során valamilyen úton módon mindenkinek kialakult ilyen idézőjelbe a szakterülete, hogy az átlátszónál is megvan, hogy melyik kollega melyik témáról írt többször, én például nagyon sokszor írtam felcsútról, és akkor így ennek kapcsán folytatásaként született most ez a jégpályás cikk is. A cégbeszámolók meg ugye abszolút aktualitások, mert nagyon sok olyan cég van, ahogy mondja Zsuzsa is, hogy se honlapja, se közlemény, semmit nem tudni róluk, csak azt... azt Ezt azért csak azért tudunk róluk, rád, mert én figyelitek, mert mert, mert egy-két céget... Ö, igen, á, mert, mert, mert az, az, az van, hogy hogy bárki a tulajdonos, akkor is vonatkoznak rájuk a törvények, május 31-ig le kell adniuk az előző évre vonatkozó beszámolóit. Kellene. Kellene, igen. Ha sikerül, és akkor ugye abból megtudunk valamit, hogy nem ennyi volt a bevétel, kiadás, haszon, egyébként semmit nem tudnánk róluk. Magyarán szóval hogy olyan beruházás, mint például a lomkoron a sétán, simán a radar alatt marad, és hogyha nem tűnik fel véletlenül valakinek, akkor nincsen. Tehát akkor az a magyar közbeszéd. Hogyha Szilvi nem... Ta, nincsen jókor jó, korjó, olyan, akkor ez valószínűleg tényleg így átséklünk felette. Igen, hát és euh, nagyon szomorú, de ugye ez a lomkorona sétány, ilyen nettó 60 millió forint körüli volt. Ez sajnos a mai viszonyok között, mert szinte nem is tétel, tehát nem, nem okay. is Összevene Jó, de ez egyébként jön. hozzáteszem, hogy ez a, a nagyon kormány közeli, nagyon család közeli emberek paranoiáját táplálhatja, mert ugye arról van szó, hogy ha bármelyiküknek a neve előfordul, akkor nagyobb eséllyel vesszük észre. Ha nem, abban az esetben lehet, hogy az hát történik, a hogy nem. Az a furcsa egyébként, én ezzel gondolkodtam, hogy ott a helyiek közül senkinek nem, vagy senkit nem zavart, vagy nem küldte el egyik sajtóorgánumnak se ezt, hogy ott van egy lombkorona sétány, ami áll a semmibe, fák nélkül. De se róla. Hát azért <laughs> egy kis tele... <laughs> mész a határba, és hirtelen ott van egy faépítmény, az tudtám, valós feltűnik, rá, hidd el nekem. Hát lehet, hogy azt hitték, hogy ez a polginak a hobbija, nem gondolták, hogy közpénzből van, meg egyébként olyan rendes ez a Mihály, hát most minek? Hát nem, vagy lehet, hogy úgy gondolták, hogy ez egy megvalósuló mezőgazdasági beruházásnak az első fázisa, és mondjuk valami... Idén magasra nő a kukorica, és onnan Igen. kell aratni. Persze. Hát, hát vagy magas lesz. Modern művészet, mert ugye van a fák nélküli lomkoron a sétány közelébe egy állatok nélküli ilyen vegen vágóhíd is, tehát kicsit ilyen abszurd humor. Jó, ö csak azért szeretném oda kifuttatni akkor, hogy legyen hatékonyak is, meg, meg konstruktívak és a jövőbe mutatóak. Van az átlátszónak egy érdekes kísérlete. Tavaly ősz óta, ugye felállt az integritás hatósága az uniónak való korrupció ellenes megfelelési ö, vágy, vagy látszat vezérelte hatóság, amelyben az átlátszó szerepet vállalt, és ugye az integritás hatóságnak beszéltek ugyanebben a podcastben nálunk erről. A fő vizsgálat köre az, hogy az uniós pénzeket miként használja fel az ország, és mint kiderült, hogy ennek nincsen protokollja, Például pont a Lomkoron a sétányról beszélgettünk az integritás hatóságnak a vezetőivel, hogy hát ez nem jelentős elvenne az egész, hogy hogy mégis hogyan lehetne akkor ehhez ahhoz hozzájárulni adatokkal, Krisztián? Valami olyan olyan jellegű eh, adatbázis létrehozni olyan szempontokat, hogy kikerüljenek akkor akkor bele, milyen beruházási formák, amit az ember megnéz, hogy legyen valami hozzájárulásunk ahhoz, hogy a, a Viszonyaink némileg jobbak és tisztábbak legyenek. És nekem változatlanul az jön le, imárom, nagyon nagyon-nagyon-nagyon sok év tapasztalat után, hogy tényleg a legesetlegesebb az egész. Hát van, igen, ő, ez, ez a... egy nagyon ambíciózus terv lenne, hogy mindent és mindenkit belerakni egy ilyen közös adatbázisba. Nagyon jó cél, és akkor tényleg minden nyomó követhető lehetne, de tehát, hogy ez egy lehetetlen küldetés szerintem. Tényleg ez ebből az irányban nem lehet megközelíteni azt, hogy minden, mindent transzparensét tegyünk. Ezt, ezt, ahogy éppen találjuk, ez szerintem más olyan nem megoldható. Na jó van, hát akkor ezen nem túl optimista rezümével zárjuk a mostani beszélgetésünket, ha csak nem akarunk valamit. Nem, szerintem azért olyan szempontokat meg lehetne állapítani, mert mi is dolgozunk valahogy, tehát nem csupán a közpénzfelhasználás, mivel bármi más van, ahol, ahol mondjuk lehet nyílt végű valamiket csinál, mint amilyen mondjuk a, a, az adatigényleses átlátszós vállalkozása ki mit tud, hogy, hogy milyen szempontok azok, amelyeket pénzköltés, és nem csupán közpénzköltés, pénzköltésben valaki ellenőrizni vagy vizsgálni akar mert nagyon sok esetben ugye arról van szó, hogy megkapják az uniós forrást, ha már mint az integritás hatóságnál is annak a szűk vizsgálati területén maradunk az EU-s pénzek felhasználása, megkapják a forrást, lesz belőle valami, de igazából az a lényeg, hogy annak a második, harmadik felhasználása micsoda igazából kigazdagodtak belőle, vagy hogyan. Például mondjuk valaki panzióra kap pénzt, öt évig kell panzióként üzemeltetnie, vagy tízig, aztán lesz belőle családi ház, azt majd eladja, és nem tudom, micsoda, és kiderül az, hogy 15 év múlva valami teljesen más, sőt az ellenkezője az, ami volna. Én azt gondolom, hogy ez korrupción túlmenően azért is hasznos, mert a gazdaság szempontjából lenne végre jó valami olyasmit látni, hogy ezek a nagy nekibusztulások, eszméletlen mennyiségű pénzköltések, azok hol hasznosultak és hol nem. Mi volt ebből értelmes, és mi nem. Mi az, ami hozzájárult egy adott régió minőségének javulásához, és mi az, ami nem. Kérjünk rá támogatást az integritás hatóság. Legalább 80 milliót. Jó, hát annál picivel többet. Szeretnék nyaralni és elmenni, mondjuk. Na jó, köszönöm szépen Zimmer Zsuzsának, Erdély Katalinak, Szabó Krisztiánnak, a beszélgetést én Hont András voltam, ez pedig az átlátszó bestop volt. Nyáron is leszünk még, mert nyáron sem áll le az átlátszó nálunk, ugyanis mindig vannak sztorik. Ellentétben a direkt 36-tal.